A rendezvényt Eirenhof Attila, az Egyesület elnöke nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta a hagyományőrzés és az összetartozás fontosságát. Hogy a Plécsárda a mai emlékmű helyén létezett, és egy összekötő helye volt annak az egyszerű embereknek, bányászoknak. Manci néni volt a kocsmáros, és a megtestesítője a bányász feleségek sorsának. Ma 2013-ban, ha képletesen is, de köztünk vannak Manci néni és a bányászok. Sokan már csak nosztalgiáznak, de mi ezeket az emlékeket fenntartjuk. Fiatalok, tegyétek ti is ezt! A mai családi délutánnal az összetartozást erősítjük. Lesz itt ma kultúra, játék és szórakozás. Mi az Egyesület tagjai sokat dolgoztunk azért, hogy önök, ti, mi itt ma jól érezhessük magunkat. Az immár negyedik alkalommal megrendezett családi délután ötletét korábban a telepen álló Plécsárda adta, melynek így módon állít emléket a Rákóczi telepi baráti kör. A bányászokat ezen a lakótelepen, a Plécsárda helyén, mint egy találkozóhely, egy kerthelységes tangoharmonikás hely fogadta, és ott jól szórakoztak, a szabad idejüket el tudták tölteni. Na most ennek apropójaként mi úgy gondoltuk, hogy ezt a lakótelepi lakosságot is egy kicsit össze kell fogni. Mi nem olyan célból, mint ahogy annak idején a Plécsárda ment, hanem egy családi délután szeretnénk összeállítani, és úgy gondolom, hogy ez nagyon sikerült is. És ebben emlékeznénk azokra, arra a helyre, a Plécsárdára, Manci nénire és az akkori bányászokra. A Plécsárda nap résztvevőit Talabér Márta polgármester is üdvözölte, emellett megköszönte Rákóczi telepi baráti kör hagyományőrző, valamint közterület fenntartó tevékenységét is. Az Egyesület idén is színes programokkal várta a kilátogatókat. Műsort adott Tóth Julianna, az Eszterlánc Mazsorett csoport, valamint a Veszprémi Kid Rock Rock'n'Roll Sport Egyesület. A gyerekeket emellett ugrálóvár és arcfestés várta, valamint az Emberke Egyesület szervezésében kézműves foglalkozásokon vehettek részt. A fellépők produkcióin kívül nagy érdeklődésre tartott számot a vállalkozó kedvű felnőttek játékos feladata is. A virslievő és sörivó versenyen férfias küzdelemben végül Porsi János végzett elsőként. Az Egyesület továbbra is igen aktív, főzőverseny, megemlékezések, klubdélutánok, társadalmi munkatevékenység vár a tagságra az év második felében. A jövő hónapban egy bográcspartival fogadjuk a vendégeinket, bár ez nem lesz teljesen nyitott, hanem a Rákóczi telepi baráti kör tagjai és családtagjai vesznek részt, valamint a hozzánk közel álló baráti köröknek a képviselőik. Igyekszünk egy bogrács főzőversenyt rendezni, ahol majd különböző díjakat kapnak a helyezettek egy neves szakács bírálata mellett. Ősszel folytatjuk klub délutánunkat, ami negyed évente csinálunk. Én úgy gondolom, hogy megint egy nagyon színvonalas klub délután fogunk csinálni. Csináljuk a további társadalmi munka tevékenységünket, részt veszünk más baráti körök rendezvényein, és évvégén pedig a Borbála nappal zárjuk az évet. A negyedik Plécsárda nap színpadi programját a Turmix zenekar koncertje zárta. A negyedik Plécsárda napról készített hosszabb összeállításunkat a jövő hétfői Élettér magazinunkban láthatják majd.